Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az emlékezetes téli estén. Megemlékezésünk kezdetén kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel, nyújt felé. Uram, háborúból jövök én. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal, mert te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, mi nyugtat adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukottak bús nagy szemeim számára a világnak. Nincs már nekik látni valójuk, csak téged, téged látni. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben. S most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok, és nem csókolok. Elszáradt már az ajkam. S száraz karó a két karom már, Uram. Nézz végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet. Mindennek vége. Vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Most pedig felkérem Szalai Imre polgármester urat, hogy mondja el néhány gondolatát. Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájakat. 81 éve, 1943. január 12-én a szovjet vörös hadsereg támadást indította a Kolozsvárban, melynek következményeként szinte a teljes második magyar hadsereg ott veszett. 50 ezer magyar katona esett el, majdnem ugyanannyi sebesült meg, közel 30 ezer katona esett fogságba, akik közül pár ezren térhettek csak haza évek múltán, és kicsit bocsássanak meg, de hogy személyes emléket idézzek fel, én nem voltam ott, de a köztünk jelenlévő Imre bácsinak az édesapja még kis üldő gyerek voltam, amikor elmesélte, hogy ő valóban 10 évet töltött hadifogságban a Kólafélszigeten. Akkor még azt se tudtam, a kóla az ital volt, hogy van ilyen földrajzi elnevezés közel a északi sarkkörhöz, és hogy milyen szenvedéseket élt át. Hősök voltak és áldozatok. És mégis a világháború követően egészen a rendszerváltásig nem lehetett rájuk emlékezni, nem lehetett a katonákat megtisztelni, hogy igenis ők miértünk harcoltak. Mert nem lehetnénk ma itt mi, hogyha ők akkor nem állnak ki a hazánkért, a magyarságért, a becsületért. De mára már
január 12-e a domi áttörés a második magyar hadsereg pusztulásának emléke. Emlékezzünk és helyezzük el kérem mécseseinket a világháborús emlékmű második világháborús táblájának az oldalán, és tőlem is köszönöm, hogy megjelentek és emlékezzünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen.